Sziasztok, üdvözlök mindenkit, itt a legújabb videóban, amiben most ugrálni fogunk. Ezt a pályát nem is olyan rég láttam Tuduráknál, úgyhogy most mi is végig fogjuk játszani. Tudurákra azt kell tudni, hogy világrekorder párkörös, én a nyomába sem érhetek, de hát hogyha itt vagyok, akkor kipróbáljuk. Na, mit kell tudni és miért van egy darab dört a fejemen? Köszönjük szépen, nagyon sokat segített. Jó, hát igazából ez nem kell nekünk, a head az meg... Mi az, hogy... Ja, így, oké, okay. ne legyen semmi a fejünkön. Ez mi volt? Secret. Ja, hogy secretek is vannak. Oké, okay, hát akkor párkör. Hát akkor kezdjünk bele. Elkezdődött a játék. Folytassuk. Hát meglátjuk, hogy mire leszünk képesek. Amúgy nem tudom, hogy erre kell ugrani. Most csak úgy megyek, de hát ugye időre megy, akkor bizony, akkor teljesíteni kell. Amúgy egészen össze-vissza van ez a pálya. És amúgy meg egy párkör város, szóval, hogy itt biztos van lényegi értelme annak, hogy hogyan van összetéve. Ha! Ja, elnézést! Ja, elnézést! Én nem tudtam, hogy ezt ilyen szigorúan veszi Kendurat, hogyha egy picit másik helyre ugrom, már nem jó neki. Jó, hogy erre, értem. Oké, okay, ahol lenne már akkor egy checkpoint, most már igazán jó lenne. Oké. Okay. Ne. Várjál, most akkor ez... Most akkor itt csak egyet tudok ugrani, vagy hogy van ez? Nem, itt figyeld, várjál, akkor ez számolja a fajlokat, oké? Okay? Jó van, meg lesz gyerekek, semmi para, megcsináljuk, ez mégis nem olyan nehéz párkör, végülis egész magától értetődő párkör, hogy merre kell párkörözni, nem egészen magától értetődő, rohadtul nem tudom, hogy merre kell menni, néha csak úgy találomra vetődöm rá egy-két helyekre. Bizony nem jó, akkor itt kellett menni. Oké, okay. Ezért mondom, hogy leginkább csak így néha-néha így találomra vetődök rá, hogy biztosan erre kell menni, vagy sem. Hát nagyon remélem, hogy most eltalálom a helyes irányt, gondolom erre. Jó, hát a jump boost az egyértelmű. Oké, okay, ide is jump boost, nem, ide jump boost, oké, okay. Ide jump boost, oké, boy, ide jump boost, speed boost, na most figyelj, na most, új, de nagyon jól néz ki, amúgy ez elég epikusan jól néz ki, kérem szépen, és itt le, jó, szerencsére nem haltunk meg, szerencsére itt a checkpoint, amúgy a rettető jó, ezt nem is értem, hogy maradhatott ki az életemből ez a párkörpálya. Én ezt nem is értem, de tényleg néztem Tuduráknak a csatornáját, miket játszott végig, és köztük volt ez a pálya is. És hát nem tudom, nektek kimaradt? Végigjátszottátok? Ha végigjátszottátok, akkor írjátok már meg, hogy könnyű volt, nehéz volt, végig tudtátok játszani, milyen gyorsan tudtátok végigjátszani, mennyi idő volt nektek végigjátszani, szóval mondjátok nekem kérlek infókat, hogy nektek hogy tetszett ez a pálya, nekem eddig tetszik. A levitációs chamber. Oké, okay. Szerencsére meglett. Jó, itt érzékelt a checkpointot. Oké, okay. Fel a kis tarisznyára. Ide tovább, nagyon jó, zsíros deszka. Így kellett csinálni, kérem szépen. Azért, ha meg tudja ugrani a helikoptert is. Nagyon jó. Hú, amúgy az ilyen párkörpályákat mennyire imádom. És itt eltévedtem. Ja nem. Oké, okay. meglett. Amúgy ez is mennyire királyú meg van már csinálva, hogy rendesen a városban kell ugrabugrizni. Oké, okay. Puff, ez az, baj, meg lesz, hoppá, a lapú leveleken, királyság meglett, erről van szó, kérem, erről van szó, már csak jó helyre kell kitalálni az ugrást, azt hittem, hogy ez sokkal, ó, nem mondja, hogy tényleg innen kell előről kezdeni. Ezt nem mondja, azért ez gonosz tudám lenni. Remélem nem lesznek benne nagy elakadások a pályában. Mert hogy amúgy lehetnek benne nagyobb elakadások, de szerintem nem lesz benne olyan sok nagy elakadás. Viszont nem tudom, hogy mennyi idő alatt kéne végigcsinálni. Most ugye úgy megyek, hogy fogalmam sincs, hogy hogyan van a pálya felépítve, de végig szeretném úgy is játszani, hogy tudom, hogy van a pálya felépítve, és úgy akarok minél jobb időt futni. Hát ezt természetesen újra kell kezdeni, hát persze, hát péna voltam most, elnézést. Amúgy srácok, mit szólnátok, hogyha csinálnánk nem sokára egy új párkörversenyt? Vagy csak azért is gondolkoztam rajta, mert így újra kedvem szottyant párkörözni, meg mit tudom én. Úristen, oké. Okay. Szerencsére jó irányba ugrottam. Szóval, hogy újra kedvem szottyant párkörözni, és szerintem tök jó lenne még egy ilyen nagy kihívást csinálni. Az előző is tök jól ment. Nagyon-nagyon kialakult, hogy kik voltak a jó párkörösök, kik voltak a rossz
szab pár körösök, sem akarok senkit megbántani, és akkor szépen összegyűlünk megint egy szerveren, és akkor elkezdődik majd a verseny, a profik versenye, és természetesen ezt az ugrást is elrontottam, na mindegy, oda se neki, szerencsére sikerült, ott volt egy szikrit, ezt azért föl kéne venni. Oké, megvan, megvan, már csak ide, top, ezt nem mondja komolyan, ezen elbukni gyerekek, de komolyan, bevertem a fejet, és innen kell visszamenni. Á, Istenem, ráértem volna felvenni azt a szikritet, szekret dolog. Oké, itt volt valahol. Igen, itt. Jó, most szerencsére megoldottam. Szerencsére nem volt ebben sok bírás. Kíváncsi vagyok, hogy amúgy ti mennyi idő alatt vittétek végig ezt a pályát. Azt azért írjátok meg. Jó, tuduráknak nem kell megmondania. Én tudom, hogy ő mennyi idő alatt játszotta végig kb. 3 perc, szóval, vagy 2? 3 perc. 3 perc azért annyi volt. Hát na, most én tartok már most 5 percnél. Amúgy milyen rohadt jól néz ki ez a pálya. Most tudom, hogy ez időre megy, de azért néha tök jó elábrándozni ezen a szép pályán. Most nézzük, hány fa jött? 13-at már össze is gyűjtöttem. Megvan még egy secret. Ura, jaj. Nem kéne begyulladni. Jó, gondolom erre. Ide be, erre. Hogy innen ide. Aha. Vágom. Tehát a profik azok így csinálják. A profik azok így vágják. Kence fice. Ó, te. Ide rögtön föl. Nagyon jó. Ne. Hát ez nem tudom, hogy jött össze, de leestem. Nem baj. Na jó, van, most jött el az idő, hogy most már nem érdekelnek a secret-ek. Most már csak végig akarom játszani. Most már csak végig. Oké. Nagyon jó. Ne. Bakker, de mégis hazudtam, mégis érdekeltek a szikritek, ne csináld, mégis ott volt, hogy engem érdekelnek a szikritek, ne már, ez annyira rossz, na mindegy, már itt is vagyunk, oké, itt volt ugye a trükkös ugrás, puty, jó, és akkor most odafigyelve ideugrunk, meg ideugrunk, és akkor végre most már jöhetne egy checkpoint. Kérem szépen, kérek egy checkpointot. Egy checkpoint azért jól esne. Köszönöm, egy checkpoint. Egy checkpointnak azért örülnék. Most már igazán nincs egy checkpoint. Nincs. Srácok, itt ezen a pályán, na végre. Már azt hittem, hogy nem lesz több checkpoint, aztán mégis lett. Oké, ide le. Nem oda, de akkor itt merre kell menni? Akkor itt hogy van tovább? Ja, hogy ide? Ó, a lámpára, be a lámpán! Ah, értem már, hogy mit a dörgés. Amúgy tényleg tök jó meg van csinálva a város összes részét végigjátszok, ráadásul az építmények is tök jól néznek ki ezen a pályán, úgyhogy minden elismerésem a készítőnek, én nem fetszöltem volna ennyi erőt és energiát, hogy ilyen szép házakat építsek, és ez szerintem meg is látszik a pályáim minőségén, mert ott nem az építményekre mentünk rá, de azért szerintem azok sem voltak azért olyan hanyaggusztustalan rodaságok. Na, újra be egy épületbe, oké, kérem, ide szeretnék én ugrani, így, ni, oké, már szerintem közeledhetünk a végéhez. Oké, nagyon jó, ez is megvan, itt is megvan. Szerintem most már a vége lesz. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a vége? Mert már arra nem emlékszem az a helyzet. Arra nem emlékszem. Tudurák teljesen nem is így játszottak ki, nem is ugrott ilyeneket. Ez mondjuk gáz volt, haverom. Hát ez mondjuk nagyon gáz volt. Oké, gyerünk itt. Az a helyzet, hogy amikor itt párkörző, annyira összpontosítok. Ti nem szoktatok így nagyon összpontosítani, és kizártok minden külső tényezőt? Miközben így ugráltok, oké? Oké, a luftballonok. A luftballonok, amúgy ez milyen jól megné ott építve megint. Ott volt egy secret. Istenem, a szívem, ne, a szívem! Eltöltenem az időt, de ha egyszer ott van, és meg akarja nézni az ember, és meg akarja szerezni, akkor nem tehetek róla. Egyszerűen oda teszik direkt, hogy a kis zséd a késztetést érezzen rá, hogy elvigye onnan a secretet. Tessék, mondom, egyszerűen késztetést érzek rá, hogy felvegyem. Pedig amúgy nem ad hozzá semmit a játékhoz. Nem ad hozzá semmit. De mégis késztetést érzek rá, hogy elvegyem onnan. Ez összejött, oké, akkor így haladjunk tovább. Ja, ide, oké. Reméltem, hogy jó helyre ugrom. Oké. Amúgy viszonylag könnyű párkörugrások vannak benne. Tehát viszonylag ezek nem olyan pocak megfekvős ugrások. Tehát, hogy az a helyzet, még hogyha el is tökölök egy-két résznél, akkor se azért van, mert amúgy lehetetlennek tűnik megugrani, hanem egyszerűen csak ilyen, nem tudom, pont úgy jön ki a lépés. Szóval nem olyan nehezek ezek a párkörugrások, és ez tetszik nekem. Ez tetszik nekem, szeretem az ilyet.
Fel a repülőre, amúgy milyen jól néz ki. Még repülők is vannak, hallod? Oké, akkor erre a gépre. Oké, és most már fönn vagyunk, most már a tetőn vagyunk, most a csutkán a tetőn vagyunk, szóval most már lassan oda kell érnem, ahova kell. Szerintem legalábbis. Aztán ki tudja, hogy mennyi van még hátra, amúgy lehet, hogy még csak a pálya felénél járok, bár mondjuk már azért 10 percet azért itt eltöltöttem. Azért az már beletelt egy kis időbe, és még mindig van, úgyhogy ezek szerint ez még tartani fog, hát ki tudja, hogy még mennyi ideig, de viszonylag könnyen mennek ezek az ugrások, szóval egyáltalán mondom, mint mondottam, nem fekszik meg a pocakomat ezek a jumpok, szóval ezek mennek. Oké, izé van itt ilyen piknik meg minden, szóval tök jó, meg van csinálva. Hú, te, ez ciki volt, azt kell, hogy mondjam, ez ciki volt, ciki. Oké, erre, jó. Oké, a lényeg az, hogy folyamatosan pár körben legyünk. Csak ne viszkedne így az orrocskám. Oké, super. Ott is volt, láttam pont ott egy... Nem bírom, egyszer fel kell vennem a szikritet, köszönöm. Mi? És hogy erre mutatja? Múltkor nem is erre ugráltam, nem? Vagy ott, akkor is erre voltam? Haló? Azt hiszem eltévedtem, jó uram. Ja nem tévedtem el. De amúgy figyelj már, itt is át tudtam volna ugrani. Vagy ez már voltam egy ilyen részen, nem? Vagy ez teljesen másik volt? Na mindegy. Ja, erre? Igen. Oké, megvan. Sikerült megtalálni a helyes irányt. Ott is látok egy szikritet, és tudom már most érzem, hogy rá fogok vetődni. Jaj, te tudtam, jó? Ez legalább nem volt annyira ilyen necces helyen. Tehát nem volt rendesen eldugva. És nem is az, hogy eldugva, hanem nem volt úgy nagyon nehéz helyen, hogy nehéz lett volna felvenni. De igazából megelégszem ezzel. Tényleg, nektek nincs az az érzésetek, hogy így igazából ugyanazon az útvonalon haladok oda-vissza? Mert nekem olyan érzésem van, mint hogyha ugyanazok a szobák ismétlődnének. Nézd meg, miért mond meg? Na minden, most nem. Annyi fogom, sajnos el kell engedni. Sajnos ezt a szikritet el kell engedni. Ne! Ott van a szikrit! Ott van a szikrit! Azt fel akartam venni a szikritet. Mindegy most már. Srácok, sikerült. Teljesítettem. Megjártuk a várost. Elmentünk teért a boltba. Határozottan kellemes volt ez a pálya. De nem. Tök kellemes volt szerintem. Határozottan kellemes volt. Tök jól néz ki ez a billiárdasztal is. Hogy van ez megcsinálva? Ja, táblákkal. De rohadt jól néznek ki. Azt az eget neki. Ez milyen ötletes. Hidden Lobby Parker. Mi? Mi a fene? Milyen hangja van? De jó! Figyeld már, ilyen is van. Oh! Megtaláltuk a titkozzugot a Minecraftban! Wow! Az űrlés szobáját, Damatukuszita, vagy ki volt az? Na jó, srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok erre a nagyszerű videóra, hogyha tetszett, akkor csapassatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, a leírásban pedig meglelitek a nagyon menő könyveimet és képregényemet. Továbbá az Epic Géda most cuccokat. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!